Bemutatkozott Kőbányán a Magyar Honvédség több éves haderőfejlesztési programjának részeként vásárolt új török harci jármű, és szokás szerint még jó néhány újdonság, érdekesség volt látható a 12. kőbányai rendvédelmi nap kínálatában. Az újdonságok egyikeként közvetlen közelből figyelhették a látogatók annak a tűzszerész robotnak a működését, amellyel komoly robbanás veszély esetén segítenek a hatástalanításban a speciálisan kiképzett katonák. Az Óhegyparkban tartott kőbányai rendezvényre több ezren voltak kíváncsiak. Két mentés között villámlátogatást tett Kőbányán az Országos Mentőszolgálat betegszállító helikoptere, és ott voltak a Kőbányán állomásozó terrorelhárítási központ kommandósai is. A TEK főigazgatója Hajdú János rendőrvezérőr nagy exkluzív interjút adott stábunknak. Tábornok úr, itt Kőbányán a rendvédelmi napon vagyunk, de hadd kanyarodjak egy kicsit vissza az időben, hiszen az ön parancsnoksága mellett egy rendkívül súlyos helyzetben zajlottak a mentési felderítési munkálatok a Dunai hajó szerencsétlenség házatáján. Ez önöknek is gondolom, hogy nem mindennapos feladat volt, és gondolom értékelték a helyzetet, meg az ilyen helyzetek lehetőségét. Mire jutottak? Maga a feladatról már talán nem is kell beszélnünk, hisz annyi híradás volt, hogy lehetett látni pontosan, hogy milyen munkát kellett elvégezni a TEK-nek. Egy mondattal visszautalva a dologra, nagyon-nagyon büszke voltam erre, hogy belügyminiszter úr felkért. Arra is, hogy eredménnyel meg tudtuk csinálni, és azokra a civil emberekre, civil szervezetekre, civil cégekre, valamint a magyar rendvédelem teljes palettájára, a tűzoltóktól kezdve a TEK-kel bezárólag rendőrökön keresztül, katonákon keresztül mindenkire, aki ott velem együtt dolgozott, és nagyon büszke vagyok, hogy velük együtt dolgozhattam. Az, hogy mit értékeltünk, hisz az egészet, az eseményt magát, ez nyilván egy közlekedésbiztonsági kérdés, amit a megfelelő szakemberek mérlegelnek, és nála nyilván, hogyha egy ilyen kár esetbe következik, akkor annak az elhárítása. A katasztrófavédelemre teljesen fel van készülve. Én azt gondolom, hogy messze a legjobb egység, akinek ilyen feladatokat el kell végezni, de amennyiben belügyminiszter úgy dönt, akkor a TEK-nek is képesnek lenni, mint az egyik leggyorsabban reagáló egységnek különböző feladatok ellátására. Erre mi felkészültünk, folyamatosan készülünk. Különböző olyan dolgokat kezdtünk most megtanulni, és olyan szeretekkel kezdtünk kommunikálni, akivel eddig nem tettük, hisz nem tartott szorosan a profilunkba, de azt szeretném, hogyha a belügyminiszter úr legközelebb is a TEK-et szólítja meg, és egy ilyen feladat meghatározás történik, akkor a lehető leggyorsabban tudjunk részt venni, és a legeredményesebben. Ennek érdekében mindent megteszünk. A parancsnoknak, amikor valóban a lehető legváratlanabb eseményekről szóló hírek érkezhetnek be, hogy jár az agya, amikor valami olyan, ami még korábban nem volt, előfordul, akkor mi az első reagálása? Azt, hogy meg kell oldani. És hát ilyen típusú munkát nem csináltunk még. Megmondom őszintén, az első egy órában nem is nagyon volt tiszta az, hogy pontosan mit várnak el tőlünk, és mi az, amit hisz mi azért élő embereket mentünk, akik túszhelyzetbe kerülnek, ez a mi profilunk. De maga a koordináció, a szervezés azért az erős oldalunk, hisz nagyon-nagyon sokat kell műveletekben koordinálni, úgy magyar szervekkel, mint különben nagyon sok külföldi műveletben külföldi szervekkel, és ebben a kollégáim nagyon ügyesek és nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ezt a fajta képességünket és erősségünket, valamint az, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudtunk hatalmas erőket megmozdítani, ezt használtuk ki. Ezt is várt el tőlünk belügyminiszter úr. És hát hogy jár a parancsnok agya úgy, hogy meg kell oldani, mint mondottam, meg is oldottuk, és én azt gondolom, hogy minden olyan feladat, most már legyen bármi, amit a belügyminiszter a TEK-re fog róni, és nekünk kell megcsinálni, azt meg fogjuk tudni oldani. Az, hogy lesz benne kudarc, egy ilyen helyzetben mindig lehet. Minden nap benne volt, minden perce benne volt itt is a kudarc lehetősége, és nem tudok másképp fogalmazni, de Jóisten velünk volt, és ezért nem történt külön baleset, hisz nagyon-nagyon veszélyes közegbe kellett dolgozni. Nyilván a szakemberek mindent számoltak, mindent mérlegeltek, és ember életet észszerűtlenül nem kockáztattunk, hisz már élőket nem kellett menteni. De a megoldás irányában rengeteg gondolat született azóta is, ma ezeket rendszerezzük, és még egyszer mondom, bízom benne, hogy képes leszünk minden olyan dolgot megoldani, amit a miniszter úr nekünk fog szánni. A váratlan feladatokhoz technikai felszereltségben kell-e bővíteni a TEK arzenáját? Én azt gondolom minimálisan, de csak abba az irányba, amit eddig is csináltunk.
nem szeretnék különböző olyan eszközöket vásárolni, ami a katasztrófa védelemnek a dolga, és meg is van náluk. Nem szeretnék duplikálni semmilyen eszközparkot. A TEC-ben vannak búvárok. Azt a búvárképességet, amire nekünk van szükségünk, azt továbbfejlesztjük. Vannak nekünk nehéz búvárjaink, de erre a képességre nem volt szükség, hiszen egy túszmentési feladatnál ritkábban jön elő egy ilyen képesség. Egy picit majd most erre figyelni fogunk, és lehet, hogy egy új légzőkészülékkel, de körülbelül ilyen szintű támogatásokkal fogjuk a kollégáinkat megsegíteni. De a vízi képességünk az eleve sajnos alul tervezett, de ez financiális kérdés. Tehát az, hogy erősebb hajókat és bonyolultabb eszközöket szeretnénk, az nem azért van, mert legközelebb is ilyen eseményre számolunk, hanem azért, mert akár egy balatoni, akár egy dunai a túlszállításnél nagy létszámú egységet nagyon gyorsan kell helyszínre juttatnunk. Erre jelenleg a mi hajóink nem alkalmasak, nem is ezért vettük őket, de bízom benne, hogy ha kapunk pénzt beszerzésekre, akkor ezt a fajta képességet tudjuk növelni, és még egyszer mondom, nem azért, hogy ilyen munkát végezünk, hanem kimondott a mi munkánk miatt. Az, hogy erre is felhasználható, az pedig egy plusz lesz csak. A világban az önök első számú feladatát, tehát a terrorelhárítást tekintve milyen helyzetet lát most 2019-ben? Magyarországon? A világban és Magyarországon. Maradjunk először Magyarországon, szerintem nekünk az a fontosabb. A magyar embereknek, a magyarok biztonsága a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy itthon a helyzet nem romlott, viszont legalább én úgy látom, hogy javult. Olyan szélsőséges nézetek visszaszorultak, nem volt kis munkánk ebbe, visszaszorultak, amik pár évvel ezelőtt még azért elég jelentősen hangot adtak annak, hogy milyen embercsoportokat és embereket kellene szó szerint megölni. Ön is hallotta, ön is látta, 2010 előtti merényletekről beszélek, és azért ennek voltak követői és támogatói, ez ma nincs. Ezt talán mondhatjuk. A szélsőséges muszlim körök, amiről beszélhetünk Európa szerte, azok folyamatos monitorozás alatt vannak. Nem mondom, hogy nem jelennek meg, de nagyon komoly titkosszolgálati műveletek, és ha kell, nyílt rendőri intézkedésekkel szorítjuk őket ki az országból. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezektől, az úgynevezett visszatérő harcosoktól, akik a konfliktus övezetbe kint voltak, harcoltak, kiképzést kaptak, visszatérnek Európába, akár Magyarországra, vagy Magyarországon keresztül, azok elkövessenek bármilyen cselekményt, ezeknek a feltérképezése nem kis munka, nem kevés pénz, de megtesszük. Azt ne felejtsük el, hogy Magyarország továbbra is a schengeni kapu. Tehát nekünk nem csak Magyarország terrorvédelme a feladat, hanem a komplett európai országnak, az Európának a védelme is a feladat, hisz rajtunk keresztül áramlik be ez a fő vonulási irány. Lehet máshonnan is, de ez a fő vonulási irány. Találunk is sokszor olyan embereket, akiket vissza kell fordítani, jól működnek a jelzőrendszerünk, jól működik az együttműködés a környező országokkal. Én azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, és jó biztonság mondható Magyarországon, ez jó szinten van. Az, hogy a világban mi történik, azt látni kell, hogy az iszlám állam térnyerése az csökkent. A koalíciós erők jelentős csapásokat mértek a közelkezi térségben az iszlám államra, szétesett maga a hadsereg. Az, hogy valamikor majd újra összeáll, akár más néven, hát erre sajnos már láttunk példát. És ebben most nem menjünk bele, ezt politikailag hogy kell értelmezni, és mitől áll majd megint helyre, de nem én mondtam először, sőt nagyon régen mondták, hogy mi kell a háborúhoz, most sem kell más, mint pénz. És hogyha van pénz, nem tudom, hogy honnan lesz, akkor újból össze fog állni, hisz az Al-Qaida, mint önálló szervezet, és az iszlám állam, mint önálló szervezet, mégis mutat hasonlóságot, mégis van átjárás a két szervezet között. Tehát azért ezt nem lehet ma figyelmen kívül hagyni. És azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha megszorítják egyik városba Magyarországban, akkor elmenekül, és a másik ország városba újból toboroznak és fölüti a fejét. Nem mondom azt, hogy soha véget nem érő harc, de valami hasonlóról beszélünk. Tábornok úr, hatalmas építkezések zajlanak a repülőtér házatáján. Önöknek ez mekkora kihívás? Hát természetesen jelent kihívás, de én azt gondolom, hogy elsősorban inkább öröm és nem kihívás, legalábbis a negatív értelemben véve ezt a dolgot, ugyanis a repülőtéren nagyon dinamikusan fejlődik az utasforgalom. Ez év végén körülbelül olyan 16 millió körüli zárással lehet számolni. Nyilván ennek az utasforgalomnak a kielégítéséhez kell, hogy az infrastruktúra is bővüljön. Nyilvánvalóan meg kell szenvedni, mire ez az infrastruktúra
infrastruktúra elkészül, az építkezések járnak, forgalmi átcsoportosítással, nyilván biztonsági kérdéseket is felvet, de ezeket megoldjuk, és bízunk abba, hogy ha elkészülnek a beruházások, akkor már csak az előnyét fogja az utazóközönség élvezni, meg természetesen a repülőtér üzemeltetői is, akiket mi is magunkat az üzemeltetők köré sorolva, úgy gondoljuk, hogy jobb helyzetben tudunk majd dolgozni, jobb helyzetben tudjuk az utasokat kiszolgálni. Ahogy említette, évi 16 milliós nagyságrendi utasforgalom várható idén. Néhány évvel ezelőtt már az is hatalmas rekord volt, amikor a 10 milliót átlépte ez a szám. Az önök szempontjából ez mit jelent? Önök is arányosan fejlődtek állományban, technikában, módszerekben? Hát elsősorban nem a állományfejlesztés a célunk, legalábbis létszámában, hanem inkább képzettségben, illetve azt gondolom, hogy a mostani modern korban a technikai fejlesztés jelent erre orvoslást. Például a repülőtéren különböző elektronikus automata rendszerek kerültek bevezetésre, például az útlevélkezelés is részben most már ilyen eszközökkel folyik, ami természetesen hatékonyabb, gazdaságosabb, mint a humán erőforrás. Nem jelenti azt, hogy ennek a működtetéséhez nem kell rendőr, nem kell humán erőforrás, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez a jövő, és nem a létszám. Kaptunk egyébként létszámfejlesztést is, de a létszámfejlesztéssel nyilván nem lehet orvosolni ezt a dinamikus fejlődést. Amikor ott járok a repülőtéren, és látom az egyenruhás szolgálattevőket, akkor elgondolkodom, hogy vajon hányan vannak ott, akiket nem veszek észre, mert hogy nem egyenruhában vannak. Vannak ilyenek? Vannak ilyenek is, igen. Azt látni kell, hogy az európai biztonság, sőt a világbiztonság is érzékenyebbé vált az elmúlt években. Jelen pillanatban is hazánkban a migráció kérdése, a terrorfenyegetettség kérdése, az egy folyamatos éberséget jelent számunkra is. Vannak olyan járatok, amelyek olyan destinációkból érkeznek, vagy oda indulnak, amelyek kiemelten veszélyeztetettek, kiemelt odafigyelést igényelnek. Igen, a biztonságot fontosnak tartjuk, mind egyenruhás rendőri állománnyal, mind pedig hát operatív eszközökkel, amiben benne van a technikai megfigyelés is, és benne vannak az olyan rendőrök is, akiket nem látnak. Ott vannak, de ott vannak. Hú, ez a duranás, ez itt a kőbányai rendvédelmi nap egyik specialitása volt, azért jó nagyot szólt. Önök egyébként, ahogy tetszik, hányszor találkoznak olyan esettel, ami nagyot szól, legalábbis a szakmai berkekben évente? Évente találkozunk több esetben is, számot nem mondanék, tehát több tucatról van szó. Találkozunk különböző kategóriába sorolható eseményekkel. Egyrészt nyilván a migráció, az embercsempészet, a különböző OT-okmányok meghamisítása, hát nem mondom, hogy napi rendszerességgel, de meglehetősen sűrűn előfordul. Másik ilyen esetkör a különböző tiltott tárgyaknak, eszközöknek a behozatala, és a harmadik pedig a kábítószereknek a behozatala, a kábítószerekkel történő visszaélés. Ebben nagyon fontosnak tartjuk a megelőzést. A megelőzés szempontjából pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy milyen híre van a repülőtérnek. Könnyű behozni ezeket a dolgokat az országba, könnyű belépni mondjuk hamis okmánnyal az országba, vagy pedig a budapesti repülőtérnek olyan híre van az ilyen bűnelkövetői körökben, hogy ezt nagyon nehéz megtenni. Mi úgy gondoljuk, hogy figyelemmel a különböző uniós ellenőrzésekre is, és a különböző évente többször lefolytatott auditokra, a repülőtér nagyon biztonságos, ezért én azt gondolom, hogy azok, akik rossz szándékkal érkeznek, azok elsősorban nem a budapesti Liszt-Ferenc repülőteret célozzák meg. Ennek ellenére természetesen azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen százas nagyságrendben előfordul évente. A különböző rendvédelmi szervezetek nemzetközi kapcsolatai általában a saját szakterületükön elég erősek és intenzívek. Önök ilyen szempontból tartanak-e kapcsolatot más repülőterek hasonló szervezeteivel? Igen, tartunk kapcsolatot. Jellemzően azokat a repülőtereket célozzuk meg, akik vagy hasonló nagyságrendűek, mint mi, vagy pedig hasonló problémákkal küzdenek. Természetesen nagy repülőterek vonatkozásában is igyekszünk kapcsolatot tartani, és
információt cserélni, adott esetben tanulmányutakat szervezni. Mondjuk például Frankfurt vagy München lehet erre példa. Akik hát nagyon jelentős infrastruktúrával rendelkeznek, és legyünk őszinték, előrébb járnak bizonyos fejlesztésekben, mint mi. 50-60 milliós utasforgalommal bírnak, tehát mindenképpen lehet tőlük nagyon sok mindent tanulni. De nem csak Nyugat-Európában, hanem Kelet-Európa irányába is orientálódunk, mert ott is vannak olyan dolgok, amiket én úgy gondolom át lehet venni, és lehet őtőlük is tanulni. Nyilvánvalóan azt szokták mondani, hogy okos ember máskárán tanul. Mi igyekszünk felhasználni ezeket a tapasztalatokat és beépíteni a saját gyakorlatunkba. Itt Kőbányán a rendvédelmi napon folyamatosan idén is nagy elismerés övezi azt a segítséget, amit önök nyújtanak. Tulajdonképpen az önök számára mit jelent egy ilyen rendezvény? Részünkről, ahogy ön is mondta, hagyományosan már itt vagyunk több éve, és segítjük a kőbányai rendezvény rendvédelmi napok megtartását, hiszen számunkra is fontos, hogy megjelenjünk a civil társadalomban, megmutassuk a képességeinket, jelen legyünk, hiszen így tudjuk hitelesen képviselni azokat az értékeket, amelyeket biztosítunk, és így tudjuk bizonyítani a civil lakosság felé, Kőbánya lakossága felé, Budapest lakossága felé, hogy a katonák készek arra, hogy a feladatokat végrehajtsák, és biztosítsák a polgárok részére azt a biztonságos környezetet, amire vágynak. Egyébként a hétköznapokban önök hogy vannak, ha szabad érdeklődnöm, hogy zajlik az életük, milyen örömökkel, kihívásokkal találkoznak? Hála Istennek, feladataink vannak bőven. Nyilván ezek jellemzően a napi biztosítási feladatok, tehát mi élesben dolgozunk a különböző a dandár feladatrendszerébe tartozó területeken, de nyilván amikor pedig nem végzünk éles feladatot, nem hajtunk végre éles feladatot, akkor pedig felkészülünk ezekre a feladatokra, kiképzést folytatunk, karbantartásokat végzünk mindennek érdekében, hogy végre tudjuk hajtani az éles feladatainkat, és felkészüljünk ezekre a feladatokra. Az önök számára konkrétan, tehát most az önök egységéről beszélek, a magyar haderőfejlesztés az hogyan jelentkezik? Hát ugye a szurmai dandár az jellemzően díszelgő feladatokat hajt végre, híradó informatikai feladatokat hajt végre, támogató logisztikai feladatokat hajt végre, és nálunk is megjelentek az új gépjárművek, az új tehergépjárművek, az új autóbuszok, az új egyenruha értelemszerűen megjelenik, tehát nagyon sok tekintetben mi is, ha szabad is fogalmazni, haszonélvezői vagyunk ennek a modernizációnak. Nemrégiben volt egy olyan konferencia, ahol amikor beléptem, akkor azt vettem észre, hogy egyrészt ugye csupa katona ült a közönség sorai között, és senki nem viselt tolmácskészüléket, pedig angol nyelven folyt a tanácskozás, és ebből arra következtettem, hogy egyre többen és nagyon jól beszélnek angolul. Erről önnek mi a tapasztalata van? Ön is ott volt ezen a konferencián. Ez így van. Hála Istennek, ugye az RIN 26 is egyébként honvédelmi és haderőfejlesztési program. A haderőfejlesztésről tulajdonképpen váltottunk egy pár szót, ahol technikai megújuláson esik át a honvédség, de a humán erőforrásunkat is nagyon-nagyon intenzíven fejlesztjük, pontosan azért, hogy helyt tudjunk állni, nem csak itthon, de a nemzetközi kötelezettségeinknek is meg tudjunk felelni. Ennek része nyilvánvaló a nagyon erős és intenzív nyelvi oktatás. Katonáink nagyon sok területen megfordulnak, évente 2000 katonánk van külföldi missziókban, ahol nyilván a NATO hivatalos nyelve lévén az angol, tudniuk kell angolul beszélni. És hála Istennek nagyon remek eredményeket tudtunk ezen elérni. Tisztjeink, altisztjeink zöme kiválóan beszél angolul, és meg is állja a helyét a nemzetközi környezetben. A rendezvény egyik idei szenzációja az a török harci jármű, amelyből a Magyar Honvédség is vásárolt. A gyártócég képviselője Emre Akin elmondta. A jármű a Sárkány Fantázia nevet kapta, teljesen páncélozott, négykerék meghajtású fejlesztés, amely bármilyen terepen, bármilyen időjárási körülmények között tudja teljesíteni feladatait. 2014 óta forgalmazzák a sárkányokat, és a világon többfelé működnek nemzeti haderők és biztonsági szolgálatok kötelékében. A tökéletes mozgékonyság és teljes védelem kiváló kombinációjának tartják, mint mondta a török szakember. Tudják, hogy Magyarországon is vannak időjárási szélsőségek.
nagy hó, hőség, sár. És biztosak abban, hogy a sárkány nevű török harci járművek teljes mértékben eleget tesznek az elvárásoknak, mindenek előtt magas szintű védelmet nyújtanak a benne ülőknek. Ismét itt van a kőbányai rendvédelmi napon a Védelmi Ipari Szövetség, és általában a centruma egy egész csoport kiállítónak. Kik vannak itt idén? A Magyar Védelmi Ipari Szövetség ebben az évben 7. alkalommal vesz részt a rendezvényen. Tagcégeink mutatkoznak be, részben nálunk, részben pedig a HM EIRT, aki szintén tagcégünk. Velünk a továbbiakban megjelennek tudományos intézetek is, hogy tudományos munkát folytató intézetek, úgy, mint például a Magyar Hadtudományi Társaság, is már 4. alkalommal vesz részt a rendezvényen, azon kívül Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége tavalyi évben meghívásunkat elfogadva megjelent a Veritas Történetkutató Intézet, mai nap is itt van velünk, ebben az évben új, a rendezvény szempontjából új intézet is megjelent, az Avicenna Keletkutató Intézet, amely 92 óta létezik, jelenleg Pilis Csabán van, de eljöttek és bemutatkoznak, tehát igyekszünk minél tudományosabbá is tenni a rendezvényt, ezzel fűszerezni és színesíteni. Magyarországon jelentős folyamatok zajlanak a haderőfejlesztés házatáján. A hadtudományi társaság mivel foglalkozik? A hadtudományok mit jelentenek a 21. században önöknek? A Magyar Hadtudományi Társaság 1990-es alakulásától kezdődően a katonai biztonságnak a tudományos megközelítésével próbálja szolgálni a haza ügyét. Ez napjainkra, 2020-ra talán még fontosabbá és még rendkívülibb vált, ugyanis számos új típusú biztonsági kockázat jelent meg. Itt elég gondolni a terrorizmusra, a migrációra, de az én szakterületemre, a kiberbiztonságra is, amely igen új típusú gondolkodást követel meg. A Zrínyi 2026 haderő és honvédségfejlesztési terv esetében társaságunknak különösen nagy szerep jut, ugyanis azokat a haderőfejlesztési kérdéseket, illetve stratégiai ügyeket, amelyekkel a szakma foglalkozik, mi egy picit másik sapkában egyrészt mind szakértői, mind pedig tudományos oldalról próbáljuk elősegíteni. A kiberbiztonságot említette, és lehet tudni voltak éppen a napi hírfolyamból, hogy valójában ez egy olyan terület, amely nyilvánvalóan nem szemmel látható, ugyanakkor rendkívül jelentős, és a legtöbb nagyhatalom olyan romboló képességgel rendelkezik ezen a területen, amely fölér adott esetben akár a tömegpusztító eszközöknek a haderejével. Ez hogy van? Igen, ez sajnos nagyon jó meglátás, ugyanis az a képességfejlesztés, amit az egyes országok végeznek, gyakorlatilag egy új hadszínteret hoztak létre a hadviselésben. Olyan képességeket alakítottak ki, elég most már 10 éves, sőt 11 éves esetre gondolni, amikor Észtország kormányzati és pénzügyi rendszerét szimpla kibertámadással olyan szinten lelőtték közel egy hónapig, hogy Észtországot, ami egyébként egy fejlett országnak számít az infokommunikációs technológiák alkalmazásában, a digitális kőkorszakba bombázták vissza. Egy másik szintén komoly esetben az iráni nukleáris képességet sikerült egy vírus segítségével, hát nagyjából 6 évre visszalökni. Tehát olyan akár kiegészítő, akár a klasszikus hadviselést kiváltó hadviselésről beszélhetünk a kibertérben, ami olyan mértékű kockázatot jelent, amire talán bár szeretnénk, de félek, hogy nem igazán vagyunk, nem csak mi felkészülve, hanem a nagyhatalmak sem. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezen a területen, mondjuk itt a saját hazájának a szolgálatát el tudja látni, elég színvonalas produkciót tudja nyújtani? A kiberbiztonság esetében? Ugye én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is oktatok, nálunk pont jövőre 2020-tól fog indulni egy kiberbiztonsági mesterszak, amelynek dedikált célja pont ez. Ugyanis nem csak informatikusból, hanem kiberbiztonsági szakértőből is óriási hiány van
az országban, és ennek a mesterszaknak a célja az lesz, hogy ezt megerősítse. A képzésünkben mind műszaki területről, tehát hálózatbiztonság, etikus hacking és társai, de ugyanúgy államtudományi, tehát hírszerzés, diplomácia és egyéb területeken is lesznek mindenféle képzések. Egy tábori áramfejlesztő zümmög mellettünk, a kocsi árnyékában vagyunk, lehet, hogy egy-két perc múlva a mentőhelikopter propellerje hatalmas hangzavart kavar majd. Szóval, hogy mennek a dolgok a kőbányai rendvédelmi napon idén? Köszönöm szépen a kérdést és a felvezetést. Hát a hűtőkompresszornak az árnyékában vagyunk, illetve mellett, ami egy stratégiai jelentőség 35 fokban, hogy ebben a mögöttünk lévő hűtőkamionban minden be van hűtve, a húsok, a catering, a személyzeti étkezés, tehát nagyon a ásványvíz, ami jéghidegen lesz felszolgálva, illetve van felszolgálva a dolgozóknak, egy nagyon fontos pontja. Egyébként rengeteg ember, én azt mondom, hogy 5000 főnél már biztos, hogy ott járunk a látogatói számban, egy sokkal nagyobb területen sokkal több ember mozog, ez majd a képeken, a vágóképeken fog látszani. Ki mindenki jött el a, ha úgy tetszik, hagyományos partnerek közül, illetve kik az újak? Mindenki, aki eddig a 12 rendvédelmi napon. Nyilvánvalóan vannak stratégiai partnerek, ilyen, mint a Terrorhatási Központ, a BHD, akik óriási logisztikával vonulnak föl. Budapest Egyőrség Dandárt külön méltattam a színpadról, és hát arra is nagyon büszke vagyok, hogy a Dániel Zoltán, aki a logisztikája felelős munkatárs, őt kitüntetést kapott pont azért a sok éves együttműködésért, amit a katonákkal végez, és hát fognak is remények szerint végez. Ismét megszervezték a járművek, a speciális, a témához kapcsolódó járművek menetét Kőbányán. Milyen járművek voltak ott? Hát ebben felsorolni is nehéz lenne, ami a különlegessége volt a mostani menetnek. Egyrészt, hogy sokkal hosszabb volt, mint a tavalyi, hogy tavaly volt először. Sokkal jobban meg sikerült szervezni ezekkel a motoros felvezető polgárőrökkel, rendőrökkel. A másik az, hogy a kellemes színfoltja volt a II. Világháborús járműveknek a felvonulása, illetve a készenléti rendőrség vadonatúj vizágyúja és a csapatszadi járművei, illetve meg kell említeni a török harcjárművet, ami hát megint egy nagy ikonja volt ennek a, és egy vadonatúj honvédelmi beszerzés. Ilyen alapon tehát a 13-as szám az a babonához nem kapcsolódik, mert minden úgy tűnik, hogy jól megy. Én azt gondolom, hogy lesz 13-as, bár még polgármester úr, erről nem beszéltünk, de én 99%-ra gondolom, hogy a hagyomány folytatódik, hiszen azt kell mondjam, hogy nem csak a látogatók érzik jól magat, hanem még mi is, akik ezt szervezzük. Nagyon fárasztó a mai nap, még fárasztóbb ott a napi építkezés, de azt gondolom, hogy lesz 13-dik, és várunk mindenki szeretettel jövőre. Kőbányán ismét szuper magasságokba szökött az 1 négyzetméterre eső tábornoki csillagok száma. Rendvédelmi nap ismét. Mit jelent ez a városnak, hiszen most mások éves tapasztalatuk van? Szerintem mindenkinek más jelent a rendvédelmi nap. A családoknak egy olyan kikapcsolódás, egy olyan lehetőség a szabadidő eltöltésére, ahol a gyerekek megismerhetik a tűzoltót, a katonát egészen közvetlen közelről, kipróbálhatják az általuk használt eszközöket, bemásznak a helikopterbe, bemásznak különböző harci járműekbe, fölkapaszkodnak a tűzoltóautó darujára és a magasba emelkednek. Beszélgetés a rendvédelmi szervek dolgozóival, tehát egy szép családi program. A rendvédelmi szervek dolgozóinak azt gondolom, hogy egy jó lehetőség, hogy megmutassák a munkájukat, megmutassák az eszközöket, közvetlen kapcsolatot teremtsenek a lakossággal. Az önkormányzatnak pedig továbbra bizalomépítés, kapcsolatépítés a rendvédelmi szervekkel, hiszen egymásra vagyunk utalva. A kőbányai közbiztonság, egyetlen közbiztonság, az bizony nem az önkormányzat kezében van, hanem a rendvédelmi szervek kezében. Mi őket támogatni tudjuk abban, hogy a munkájukat jól, hatékonyan tudják végezni. És az ilyen alkalmak arra is lehetőséget kínálnak, hogy egyeztessünk bizonyos kérdésekről, akár a lakosság közvetlenül elmondjon olyan problémákat, gondokat, amelyre a megoldást várja. Úgyhogy nagyon sokaknak sokfélét jelent. Egy biztos, izgalmas, látványos, és azt gondolom, hogy olyan nagy szabály. Ezt egyébként megerősítik a tábornok urak is. Olyan nagyszabású, mert nem csak Budapesten, Magyarországon is szinte egyedülállóvá teszi ezt a programot. A helyszín hagyományosan a Kőbányai Óhegy Park, amelyben vannak új fejlesztési oázisok. Látni, hogy vannak részek, amelyek, ha úgy tetszik, beleillenének egy fejlesztési tervbe, vannak ilyenek?
Természetesen az Óhegy Park fejlesztésén évek óta folyamatosan dolgozunk, hiszen egymásra épülő programként megjelent már a futókör, megjelent a park déli részén egy jó pár új pálya, eszköz, street workout pálya. Idén elkészültek nagy játszóterek, megvannak a terveink a délutcai oldalon is a felújításra. Ott egy mini kalandpark fog, egy földszintes kalandpark épülni, illetve felújítjuk, átalakítjuk a vizes blokkot, és az idősebbek számára is kialakítunk egy pihenőkertet. Egy más játszóterek is fognak még abban a térségben épülni. A déli oldalon pedig az aszfaltos pályák megújításra kerülnek, új korszerű burkolatot kapnak, illetve új pályákat fog még építeni. Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. A kőbányai önkormányzat képviselő testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy majdnem háromszorosára növeli azt az összeget, amellyel megpályázható módon támogatja társasházak felújítási törekvéseit. De voltaképpen miért is, polgármester úr? Ez egy igazi összefogás program, ahol a helyi önkormányzat összefog a kőbányai ingatlan tulajdonosokkal, annak érdekében, hogy az ingatlan állományt, a kerületi ingatlan állományt jelentős módon, annak állapotát jelentős módon javítani lehessen. Másodszor írtuk ki ezt a pályázatot, a költségvetés helyzete ezt ma már lehetővé teszi, és a tavalyhoz képest sokszorosára nőtt a pályázók száma, így megvizsgáltuk azt, hogy a költségvetés milyen tartalékokkal bír. Jelentkeztek olyan bevételeink, amelyeket előre nem terveztünk, vagy ha terveztünk is, feltételhez volt kötött a beszedése, de ezek teljesültek, így meg tudtuk azt tenni, hogy igazából itt két pályázatot én összevonnék, még a külön is jelent meg, az egyik társasházi felújítási pályázat, a másik pedig a társasházak lakásszövetkezetek részére energiahatékonyság növelésére kiírt pályázat. Ezt a kettőt összekapcsolom, akkor az önkormányzati támogatás a 800 millió forintos összeget éri el, és ez minimum 30%-os támogatási intenzitást jelent. Ha egy kis számítást végzünk, akkor kiderül, hogy ezzel a pályázattal az önkormányzat megmozdít 2,5 milliárd forintot a társasházak önrészével együtt. Ennek látható módon kell jelentkeznie a lakásállomány, az ingatlan állomány megújulásában. Nagyon sokféle dologra pályáztak a társasházak, a lift megújítástól, a kapuk átépítésein át, a szigetelés, szellőző rendszerek cseréje, gázvezetékek cseréje, csatornahálózat cseréje, rengeteg dolog megjelenik. Nyilván hol mi okoz problémát és gondot. Bízom benne, hogy ezt a programot folytatni tudjuk. A tervek szerint az önkormányzat a jövőben is legalább hasonló nagyságrendű forrást biztosít majd erre a célra. Az viszont fontos, hogy a társasházak önereje is mindig meglegyen. Ezt a programot 10 éven keresztül tudnánk vinni, akkor a célra fordítható 20-25 milliárd forintos összeg nagyon érzékelhető nyomot jelenthetne a városban. Még mindig visszanyúlok a legutóbbi testületi üléshez, ugyanis tárgyalták a közétkeztetést szolgáltató cégnek a szerződését, hiszen változtak a kondíciók, változtak a piaci árak. Mi a helyzet ezzel? A korábbi szolgáltató kért, hogy közös megegyezéssel bontsuk fel a szerződést, amit megtettünk, hiszen az árakat ő növelni szerette volna, és nyilván a közbeszerzés, amiért korábban lefolytattunk, ezt nem tette lehetővé. Viszont egyértelmű, hogy a különböző intézkedések, bérpolitikai intézkedések, minimál béremelés például, vagy a garantált béremelés az utóbbi években a szolgáltatókat is olyan helyzetbe hozta, ami az árak emelésére kényszerített. Ezzel együtt nem fog jelentősen változni Kőbányán a szülők térítési díja, hiszen a lefolytatott közbeszerzés értelmében a számok ezt mutatják. Bízom benne, hogy a minőség is elfogadható módon jelenik meg majd a közérkeztetésben. Mindig kérjük a szülők, gyerekek véleményét, a visszajelzését, hogyha ez nem így van, akkor be tudjunk avatkozni.
Itt dominánsan óvodai, bölcsödei étkezésről van szó, vagy még más is van? Az önkormányzat az iskolák étkeztetését is meg kell még, hogy oldja. Ez az egy feladatunk maradt meg a közoktatás rendszeréből, az iskolai területről. Ezen túl pedig az óvodák egy részét is ilyen módon étkeztetjük. Vannak olyan óvodáink, amelyek mellett olyan bölcsőde működik, amelynek van főzőkonyhája, és azokat az óvodákat ezekről a főzőkonyhákról látjuk el. Ha már az iskolákat említette, az ünnepélyes tanévnyitók sorában egy új jelentkező, egy új kőbányai iskola is ott volt, egy Waldorf iskola kezdte meg működését Kőbányán. Mit gondol erről? Én örültem annak, hogy megjelenik Kőbányán egy alternatív iskola, egy alternatív pedagógia. A Siblik iskola a bezárását követően egy ideig a Kodolányi Főiskola intézményeként működött, azonban ez már megszűnt jó pár esztendeje. Nagyon régen kerestük a hasznosítás lehetőségét, és elsősorban oktatási intézményt láttunk volna szívesen a Siblikben. Szerencsére a Waldorf iskola fenntartójának szándéka egybeesett a mi törekvéseinkkel. Egymás tenyerébe csaptunk, és Kőbánya oktatás, illetve közoktatása ma már így módon gazdagodott, színesedett. Mindannyian sokféleképpen képzeljük a gyermekeink nevelését, oktatását. Fontos az, hogy az állami intézmények mellett legyen lehetőség más típusú intézmények igénybevételére is a szülőknek. Egy elég sajátos álláspontra helyezkedett az önkormányzat képviselőtestülete a dohányboltok, nemzeti dohányboltok ügyében. Mi az, ami zavarja önöket? Teljesen egyértelmű, hogy már a nemzeti dohányboltok kiskocsmákká váltak. Minden olyan feltétel hiányában persze, ami egy kiskocsma működtetéséhez szükséges. Nincsenek illemhelyek, zárt terek. A bolt előtt történik az alkoholfogyasztás. Ez a kőbányiakat, és nem csak a kőbányiakat, hanem szerte Budapesten, Magyarországon mindenkit nagyon-nagyon zavar. Élhetetlené tesz lakókörnyezeteket Kőbányán is. És az önkormányzatnak semmilyen hatásköre nincs, a jegyzőnek nincs lehetősége eljárásokat folytatni, a dohányboltok ellenőrzése a NAV-hoz tartozik. Éppen ezért mi már többször kértük a jogalkotót, hogy ezen a helyzeten változtasson, tehát a települési önkormányzat jegyzőjének is legyen hatáskör a dohányboltok működésével kapcsolatban, illetve most egy sokkal szigorúbb kezdeményezést fogalmaztunk meg, úgy véljük, hogy kontrollálatlan módon nincs helye az alkoholárosításnak a dohányboltokban, ezért kérjük a jogalkotót, hogy ezt a lehetőséget szüntesse meg. Ez kőbányai specialitás, mármint a kezdeményezés, vagy mit tud máshol is mozdulnak az önkormányzatok? Kőbányán kezdtük, majd megvitattuk ezt a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülésén, ahol a kezdeményezésünket minden önkormányzat, Budapesti Önkormányzat támogatta, és nyilván, ha vidékiekhez fordultunk volna, akkor csatlakoztak volna ők is. Nagyon markánsan lépett föl még a kérdésben a harmadik kerület Jóbudai Önkormányzat, és a parlament előtt van egy törvényjavaslat, amely este 10 óra után lehetővé tenni az önkormányzatoknak, hogy tiltsák az alkoholárosítását a dohányboltokban, de ezzel azt gondolom még nem jutunk el a megoldásig, hiszen számos dohánybolt bezár este 10 órára, napközben viszont kora reggeltől a késő esti órákig sajnos a javaslat értelmében lehetséges lenne az alkoholárosítása, ezt mi szeretnénk semmissé tenni. A képviselő testületet Szabó Krisztián jegyző úr tájékoztatta arról a meglehetősen hát számomra bizarr lépésről, hogy tudnilik perbe kellett menni a Hungara kontrollal a repülőtéri zaj szennyezés miatt. Voltak éppen miről van szó? A Kőbányi Önkormányzat évek óta perben áll a repülés irányítással, a repülőtérrel, hiszen megítélésünk szerint számos feltételnek nem felel meg a működése a repülőtérnek. Ezeket a pereket egyébként rendre meg is nyerjük. A legutóbbi döntés értelmében, kúriai döntés értelmében egy eljárásunk visszakerült első fokra.
Ennek nem örülünk feltétlenül, mert itt újabb jogi procedúra indul. Mi vártuk, hogy kimondják végre a nekünk megfelelő kedvező ítéletet, meggyőződésünk, hogy igazunk van. Mint ahogy meggyőződésünk az is, hogy abban is igazunk van, hogy a Hungarokontrollnak ki kell adni azokat az adatokat, melyek alátámasztották a tavaly augusztus 16-án életbe lépett új forgalmi rendet. Ezt nem hajlandó a Hungarokontroll kiadni, hát bízunk benne, hogy a magyar bíróság majd az önkormányzat számára kedvező döntést hoz, és itt még mindig nem a megoldásnál tartunk, hanem annak a lehetőségét, vizsgált lehetőségét kapjuk meg, hogy valóban meglapozott módon történt-e meg a forgalom átszervezése, mint ahogy nem adjuk föl a küzdelmet egyéb fronton is. Küzdünk azért, hogy Kőbánya légterét oly módon használják a repülőgépek, amely élhetővé teszi a városunkat. Jelen pillanatban a légszennyezési adatok mérésének kiszélesítését vizsgáljuk a meteorológiai szolgálattal. Mert az a gyanú, hogy nem elég jó a levegő Kőbányán, vagy lehetne jobb? Nincs ilyen gyanú, de hát mindannyian tudjuk egyébként, Kőbányán a budapesti keretek közül jó a levegő. Magasan fekszik a kerület a szélcsatornában, ezzel nincs gond. Ugyanakkor, mint minden motornak, így a repülőgépek motorjainak és az elégetett üzemanyag nyomán égéstermékek keletkezik, speciális égéstermékek, nagy arányban megjelenik a tolóval benzol, ezek erősen rákelt anyagok. Szeretnénk tudni azt, hogy ez milyen mértékben van jelen a kőbányai levegőben, légtérben. A Gergely utcánál működik egy mérőpontja a meteorológiai szolgálatnak, azonban ez a mérőpont ilyen típusú szennyezőanyagokat nem vizsgál. Kértük ennek a kiterjesztését, ennek a mérőpont használatánál, működésénél az előbb említett anyagokra is a mérés kiterjesztését, illetve más pontokon történő mérést is. És mondjuk pozitív esetben kapnak újabb adatokat, az adatok ilyenek vagy olyanok, de milyen mozgástere van az önkormányzatnak, ha valamit lépni akar? Egyrészt a sűrű lakott területek felül szeretnénk, ha elkerülne a légiforgalom, más módon jelenne, meg másrészt pedig szeretnénk elérni, hogy a jogalkotó ne csak egy szempontot vizsgáljon, a zajterhelést, amikor a zajgátló védővezeteket kijelöli, hanem egyéb szempontok is kerüljenek megvizsgálásra. Ugye Kőbánya még alapból azért küzd, hogy bekerüljön a zajgátló védő övezetbe. Itt a jogalkotónak kell megint elvégezni azt a feladatot, hogy felülvizsgálni a jelenlegi gyakorlatot, amely az egyedi zajterhelés nem csak az átlagos zajterhelést veszi figyelembe, de szeretnénk, ha a zaj mellett a rezgés, légtérszennyezés és egyéb környezeti ártalmak is megjelenhetnének az úgynevezett zajgátló védővezet bevezetésének kritériumai között. Gondolom, a jogalkotó az országgyűlés, a jog előkészítő vagy törvény előkészítő az meg valamelyik minisztérium, melyik? Így van, ez nagyon bonyolult, több minisztériumhoz is tartozik, ezt ne is kezdjük kinyitni, illetve különböző szakhatóságok is megjelennek különböző szerepkörben. Nyilván a jogalkotó számára ők készítik elő a különböző jogszabálytervezeteket, szakmai javaslatokat. Valahol már sikerrel jutottunk előre a szakmai egyeztetéseknél, és valahol bizony évek óta nehezen haladunk. Egy helyi önkormányzatnak biztos, hogy nagyon nehéz is önmagában ezekben a kérdésekben lépni. Itt is az összefogás fontosságát kell kiemelni, akár a budapesti vagy agglomerációs önkormányzatok együttműködését, hiszen nem egymás fölé kell tolnunk a problémát, hanem egy olyan megoldást találni, ami Budapest teljes környezetében, agglomerációjában is fenntartható módon biztosítja a légiközlekedést. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. Az egészségügyről sokféle hírünk és sokféle tapasztalatunk van, hiszen maga a magyar egészségügy ilyen is, meg olyan is. Nos, bölcs dolog tehát mindig konkrétan kideríteni, hogy az adott helyen mire számíthat a páciens. A kőbányai egészségnapról dr. Bodnár Attila, a Bajcsi Kórház és Rendelőintézet főigazgatója mondta el a lényeget. Általában az ilyen egészségnapokat úgy szoktuk elképzelni, hogy van vércukormérés, meg van vérnyomásmérés, és aztán ezzel le is zártuk a dolgot. Ellenben ez messze nem erről szól. Természetesen ez a kettő megvan, mert mind a kettő nagyon-nagyon fontos, de gyakorlatilag valamennyi szakterület
rendelkezésre fog állni a 10. kerületi kőbányai lakosok, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok számára szeptember 21-én. És valamennyi szakmán és területen végig tudnak menni. És gyakorlatilag alapvetően szűrővizsgálatra, de több olyan hely lesz, ahol bizonyos konzultációkra, betegség megelőzési tanácsokra, baleset megelőzési tanácsokra, és egyéb olyan felvilágosító tevékenységre is sor kerül, amit ma azért elég nehéz megszerezni, és valóban az orvosok napi munkaidejébe a beteg gyógyítása mellett ez csak mérsékelten szokott beleférni. Az ilyen rendezvényeken résztvevőknek nem feltétlenül vannak panaszaik, hanem a jobb félni, mint megijedni elvet követve vizsgáltatják meg magukat a legkülönbözőbb orvosi szakterületek specialistáival. Erről is beszélt a főigazgató. Lesz például bőrgyógyászat, ahol minden szűrnek, de ugye leginkább a médiában is joggal leggyakrabban hangoztatott anyajegyszűrés, ami roppant fontos, hisz gyakorlatilag korábban a melanóma az egy szinte biztos halállal járó betegség volt. Ma már a különböző kemoterápiás szerek és biológiai terápia is lehetőséget ad egy hosszú krónikus betegségé való átalakítására, de hát én azt gondolom, hogy annál nincs jobb, ha már van, hogy időbe felfedezzük és úgy eltávolítsuk, hogy annak semmi későbbi következménye ne legyen. A Bajcsi Kórház egy nemzetközi mozgalom részeként élen jár a szájüreg, fej és nyakrák szűrővizsgálatok megszervezésében, tehát ilyen lehetőség is lesz majd az egészségházban, mint ahogy pszichiátriai tanácsadással, és persze szívügyekkel is foglalkoznak majd az orvosok, hiszen, mint dr. Bodnár Attila elmondta, a halálozási statisztikák alapján a helyzet a következő. A szív- és érrendszeri betegségek és a lelentős betegségek vannak sajnos ugye a toppon, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten, tehát egy alapkardiológiai vizsgálat bele tartozik, ha a szívultrahang nem is feltétlenül, de nyilván EKG, fizikális vizsgálat, és hát a vérnyomásmérés az a kardiális állapotnak is egy mutatója. Tehát ez, ahogy mondtam, ez beletartozik. De azért hadd mondjak még néhány különleges dolgot. Az egyik, ami a gyógytorna keretében történik, egy mozgásszervrendszeri felmérés, tanácsadás, esetleges gyógytorna vagy torna gyakorlatok végzéséhez, ami fontos, és fontos lehet főleg a fiatalság számára, hisz azt nem mondtam még el, hogy gyakorlatilag kamaszkortól várunk mindenkit, hisz igazából ugye a felnőtt ellátást végzünk, de a felnőtt ellátás már 14 éves kor felett jogosult a betegek ellátására. Ugye hát speciális helyzetben még korábban is, de nagyjából ugye ettől a korosztálytól várunk érdeklődőket, és én nagyon fontosnak tartom, hogy az idősek mellett a fiatalok is jöjjenek el. Ugyanis részint a mozgásszervi ugye problémák, itt leggyakoribb az úgynevezett hanyagtartás, amit kiemelnék, ami szinte minden második fiatalt érint, és viszonylag egyszerűen kezelhető, nyilván ehhez a paciens, tehát a beteg, ha ez így betegségnek lehet nevezni, aktív részvétele szükséges. És talán hadd mondjak még egy érdekeset, hogy például pszichiátriai jellegű tanácsadás és beszélgetésre is lesz lehetőség. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hisz ne felejtsük el, hogy a mentális betegségekkel is toppon vagyunk, és ebben sajnos Magyarország egy kicsit rosszabb helyzetben van a nemzetközi átlagnál, és nem szabad ehhez soha semmilyen negatív gondolatot fűzni, hogy valaki pszichiáterhez megy, vagy pszichológushoz megy, hisz azért ez viszont a világon pedig egy teljesen természetes dolog, Magyarországon viszont nem teljesen természetes dolog, holott itt jóval arányaiban több olyan ember van, akinek átmeneti segítségre lenne szüksége. Tehát ilyen területen is lehet konzultálni, tanácsokat kérni.
Na most egy egészségnap az ugye egy bizonyos korlátozott számú ember leszűréséről szól. Ugye pont azon kívül, hogy nyilván akiket leszűrünk és leszűrtünk, az egy, azok tudhatják, hogy olyan jellegű bajaik nincsenek, és azért itt a teljes spektrum szinte szerepel a lehetőségekben. De mégis a legfontosabb jelentősége az a figyelemfelhívás az egészséges életmódra, a szűrővizsgálatokra való rendszeres eljárásra, amiről szintén kaphatnak itt a hozzánk forduló polgárok információt, hogy milyen jellegű kérdéskör, milyen szervrendszernek, milyen korban, milyen időnként érdemes és szükséges az ellenőrzése. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy ez olyan komplex program, amiből így ebben a szervezésben most csináljuk az elsőt, de én nekem az a tervem, hogy ezt minden évben egyszer meg fogjuk csinálni a jövőben is. A főigazgató elmondta még, hogy a szeptember 21-i kőbányai egészségnapon a fiatalokat is várják, hiszen ebből a szempontból 14 év fölött már akár felnőttnek is számítanak. Végéhez közeledik Kőbánya Újhegyen a városrész ütőerének számító újhegyi sétány és a környék évek óta tartó megújítása. A harmadik szakasz is abban a szellemben alakul át, amelynek lényege, hogy a közösségi funkciók erősödjenek, a sétány teljes mértékben akadálymentes legyen. Amikor ott jártunk a helyszínen, a szakemberek már látták az alagút végét, és Rádi Attila építésvezető röviden összegezte a helyzetet. Burkolatépítési munkálatok zajlanak, legfőképpen az körülbelül egy 85%-os készültségi állapotban van, mellette a kertészeti munkálatok is folytatódnak, vagy történnek, növénytelepítések, humuszterítés, még a játék, a gumifelülete, ami még ezek után építésre kerül, és akkor a hónap végére körülbelül az építésbe is fejeződik. Ez a burkolat, amit leraknak, ez milyen burkolat? Viakolor burkolat épül a sétány nagy részén, ami ilyen mészkő csík elválasztással, ilyen design csík elválasztással feldobja az egész környezetet. Aztán vannak kerékpártalók, amik kockakő burkolattal fognak elkészülni. A járdák egy nagy része az a régen felszedett régi labburkolatból készülnek újraépítésre. A játékok azok mikor kerülnek be? Mind itt látszik, a mögöttünk már az gömbjáték ez elkészült, ennek az alapozása történik, és a hétvégén megtörténik a gumifelület elhelyezése, és ott hátrább van még egy ilyen alacsonyabb, ilyen rétlamászó, ilyen viszintes rétlamászókkal játék. Tulajdonképpen a területen ennyi játék épült be. A helyszíni szemlén D. Kovács Róbert Antal polgármester is fölmérte, hogy hol tartanak az építők. A 10 éves vállalkozásról a következőket mondta el. A harmadik ütemnél is a fő célok közé tartozik az akadálymentesítés, hogy meg lehessen közelíteni a sétány minden oldalról, kerekesszékkel, babakocsival, járókerettel, vagy egyáltalán nehezebben járó embereknek is, illetve a harmadik ütemnél is cél az, hogy az egységes képe kirajzolódjon a sétánynak. Fontos, hogy az üzletek megközelíthetőek legyenek, és funkciógazdag legyen a sétány. Ezért helyeztünk el olyan eszközöket, játszóeszközöket, megállító táblát, ami bízom benne, hogy majd ide vonza az embereket, a gyerekeket, a fiatalokat, és a többi szakaszhoz hasonlóan egy közösségi térré szintéré tud válni a sétány déli része is. Pénzügyileg hogy néz ki ez a projekt? Közel 1 milliárd forintba kerül a sétány ezen szakaszának átalakítása, ahol nem csak a burkolatok újulnak meg, ezt látjuk majd a jövőben, a mindennapokban, hanem komoly mélyépítési munkákat is el kell végezni. A növényállomány megújításra kerül, és olyan eszközöket, bútorokat, utcabútorokat, játékokat építünk be, amelyek a kor követelményének megfelelnek. Miután közösségi tér már most is, de még inkább azzá válik, ez a térség wifi lesz-e?
Természetesen, mint hogy a sétány többi részén itt is az ingyenes wifi-t biztosítja az önkormányzat, sőt lesz egy olyan kis információs oszlop, totem oszlop, amely a játék mellett hasznos tudnivalókkal is szolgál.